Lackfi János vagyok, hivatásom az írás, és arról fogok beszélni, hogy kinek, hogyan és miről írjunk levelet. Hogyan fogalmazunk meg azt, ami történik velünk? Hát egyszerűen, kedvesen, lendületesen, lazán, ahogy a köznapokban is beszélni szoktunk. Nem tudom, tudtátok-e, de mindenki költő. Nem abban az értelemben, hogy majd egyszer kap Nobel-díjat, vagy szépen belekerül a tankönyvbe, bár egy-két emberrel ez is megtörténhet, inkább abban a tekintetben, hogy ugyanazokat az eszközöket használjuk a köznapi kommunikációban, amit a nagy-nagy költők a verseikben. Például, hogyha csak annyi lenne a mindennapi eszmecserénk, hogy 4:30-kor találkozunk, 350 forint lesz, vagy hogy ebben a méretben nincsen. Ugye ez elég szomorkás lenne. Éppen ezért érdemes valami turbót vinni bele, valami kis örömöt, életszagot, életjelet, hogy felbuborékosítsuk a mindennapi beszélgetéseinket. Például, hogyha a pékségben az eladó úgy adja ki a néninek a két zsemlét az acsiban, hogy aztán, hogyha összevesznek, akkor tessék őket szétültetni. Ugye itt rögtön bejön egy megszemélyesítés, mint költői eszköz, holott az illető nem akart költő lenni. Vagy amikor a bácsi azt mondja a doktor úrnak, hogy én kétféle gyógyszert szedek, vörös vitamin, meg fehér vitamint, a vörösből hozhatok is a doktor úrnak, jó vérképzőnek, ugye ez sem egy halál nagy ötlet, de metafora, ez kétségtelen. És ugyanazt megfogalmazhatjuk különböző féleképpen is. Például, hogyha Maci nevezetű kutyán kölyköket vár, akkor azt úgy is mondhatjuk, hogy tisztelettel értesítjük, hogy házi állat állományunk statisztikai szaporulatnak nézelébe. Vagy mondhatjuk azt is, hogy házi kedvencünk, ez a szürreális űrhajó, hamarosan bolyhos lövedékeket bocsát ki magából. Ugyanazt mondom, csak egy kicsit máshogy. Egyszerű eszközökkel, frappánsan, vagányul. Mert hát, ne felejtjétek, mindenki költő.